Az elmúlt hetekben megdőltek a hideg rekordok, ám február 2-án gyertyaszentelő napján megenyhült az idő. Meleg volt, de a nap nem sütött, így a palicsi állatkertben Brumit, a barna medvét nem zavarta meg saját árnyéka. Ha hihetünk Bruminak, az állatkert idéglenes lakójának nem sokára beköszönt a tavasz. Minden esetre szemmel láthatóan ő élvezi a jó időt. Óvári Krisztián biológus azonban felhívta a figyelmet arra, hogy az állatkerti medvék nem alszanak téli álmot. Alapjában véve ez inkább az időviszonyokhoz kötött, mint az állatokhoz magához, mert hát azt tudjuk, hogy a mackó, hogy felébredjen a hibernációból, ugye a téli álomból, ahhoz elég nagy hőmérséklet és szép idő kell, ami hát valójában az időtájt ilyenkor néha-néha elő szokott fordulni. Manapság épp pont nem, ugye szebb az idő, mint amilyen volt, pluszban van a hőmérséklet, de ez még igazándiból nem elég ahhoz, hogy egy medvét felébresszen, ugyanis még a föld fagyos, és lássuk, hogy mindenhol jég és hó van, úgyhogy olyan értelemben nem bírta volna az idő felébreszteni a mackót. Ezek szerint nem a medvék a legmegbízhatóbb időjósok, de mivel idén jó hírt kaptunk Rumitól, reménykedhetünk a korai tavaszban.